Sziasztok! Eudodó vagyok. Csá! Boldog pénteket kívánok mindenkinek, és ugye itt vagyunk ezen a csodálatos közös játékon Maxival. Bár Maxi egy picit még késik, mert nemrég sikerült hazaérnie a melóból, és még zuhanyzik meg ilyenek, addig viszont én úgy gondoltam, hogy hát szóval tartanak benneteket, hogy induljunk el időben, és akkor addig nézzünk egy pár dolgot a játékban, mert amúgy is akartam egy új kamiont venni. Például kicsit kifestegetni. Aztán utána majd meglátjuk, mikor érkezik meg Maxi. Úgy gondoltam, hogy barátkozzunk egy kis Scaniával. Ezt meg is tesszük szerintem. Van pénzünk, úgyhogy vágjunk bele. Ti hogy vagytok, veletek mi újság? Egyelőre úgy látom, hogy még nem vagytok itt, mert valami gond van a YouTube-bal, de majd akkor valami akkal. Szóval, kamion kereskedő, megnézzük, hogy Scania hol van, és online kereskedő, nagyon messze van. Online vásárlás. Nézzük akkor ezt az online vásárlást. Itt van gyári kiépítés, egyedi flottás kiépítés, na, legyen ez. De nem biztos, lehet, hogy pont, hogy nem kéne ennyi festékkel megvenni, mert úgyis át szeretném festeni. A különbség e között, meg e között. 300 ezer liter, 8x4x4 középső. Hal oldali, high groove, 650, 730 lóerő, 650, tehát elő, erősebb, ez már a legnagyobb motorral van. Akkor vegyük meg ezt, mit szól hozzá, és ide tesszük Toulouse-ba, ide betesszük. Nem, inkább Budapestre tegyük? Nem, mert akkor mi is visszautazunk Budapestre, de szerintem így is. Ne vegyük meg, mert Maxi megérkezett, és akkor majd legközelebb vásárolunk kamiont. Még nem tudjuk. Mindegy, megveszem. És akkor nézzük meg. Nézd meg, baszak, érted? Én csóró vagyok, ez meg itt a pénzét költi. Hát, na, hát tudnák, adnák, tudod, nagyon jó. Hát. Amennyit kivettél már sebemben, annyit biszopótolhatna. Összeset visszafogom, Maxi. Összeset. Vezetjük a kamiontot. Mivel jössz? Scaniával fogok jönni most. Vettem. Ebben a pillanatban. Ebben a pillanatban. Ú, várjál, valami baj van. Nem érzékel a kontrollert a gép. Rájöttem, az miért. Mert nincs bedugva. Hát, nem is kell. Amúgy adásban vagyunk, Maxi, csak szólok. Tudom. Jó van akkor. Tudod. Látom a live-ot, csak azért tudom. Akkor jó. Csak gondoltam, szólok mielőtt itt. Mit? Hát bármi történne, olyat mondasz, amit nem akarsz, amit megbánsz. Olyan nincs. Ja, jó. Én Toulouse-ba utazok. Hogy kell Toulouse-ba? Aha. Gyors utatás ide. Nagyon jó, meg fölveszünk egy munkaerőt eme csodálatos feladatra. Még munkaközvetítő, és azt mondjuk... Igen? Ő Nils B. Nekem szimpatikus. Én Pozsonyban vagyok, az baj. Hát az baj, mert Toulouse-ba kellene lennünk. És ott is voltunk, de várjál, Pozsony. Oda van, tudok korázat. Utazni. Akkor nem baj. Megyek Pozsonyba. Na, hát igen, keresek valami fuvartot. Hát várjál, mert először össze kéne tolni a konvojt. Ja, tényleg. Nem olyan egyszerű. Na, híjjál meg. Híjjá. Nem, megkereslek, bocs. Még nem megy a... Hát tudom. A konvoj. Hát nem tudok írni. Folytatás, adatvédelmi.
vagy létrehozása, nem a konvoj, szokásos jelszó. Három darab X. Az öt. Ja, öt darab X, bocs. Jó van, már félre néztem, bocsánat. Meg is vagyok. Nem megy, akkor küldöm az invite-ot. Hát majd kiderül, mert a múltkor például invite-ról nem akart menni. Tudod. Uh-huh. Ott van, nem a. Van az is, látod. És akkor 5 darab X. 5 darab, így van, keményen. Jó van, eddig meg vagyok. Vállalkozói Pozsonyból. Aha. Annak nem megyünk. Hova menjünk? Boszniában nem megyünk, hogy beszéltük. Hát ne, ne is. Igen. Ez nem jó omen. Ne, nem jó omen. A boszni, a Balkánt azt most felejtsük el. 21 tonna. Fekete szén. Üzemanyag. Ez 16 tonna lenne, de mindegy. Sheffieldbe kell menni. Egyesült Királyság. Nagyon jó, akkor az a legjobb, amikor átmegyünk a másik kormányzásra. Jó lesz ez? Jó lesz, jó lesz, jót nevetünk. Valami baj lesz belőle. Valami lesz. Baj van a radarral. Te is Caniával jössz? Hát, ha már te is. Nagyon jó. Na, 1 kilométerre kell menni. Mennyiért te tudod az utat? WCCC-hez. Ja, a WCCC-be, akkor tudom én is az utat. Bár mennyi előre, mert te tudod fölvenni a melót. Van rajtad pótkocsi nálam. Ja nem, az egy másik kamion. Jó, jó, a helyes. Én mentél át a piroson. Mi? Van pénzed lóvéra, látom. Ja, nincs. De most sietünk, dolgozni kell, hogy legyen pénz. Aha, aha, ez kell. Jó. Befarolok a területre. Azt a de szép színe van annak a kamionnak. Hallod, lefogyott a lefogyott a rakomány egy tonnát. Na. Már csak 20 tonnát kell vinni. Kilopták. Mire odaérünk, hallod, már nem lesz benne üzemanyag. Nyi. Hát, hogy csepeg. Na és Maxi, hogy telt a napod? Heted? Mi történt veled péntek jó, óta? Péntek óta? Pont ennyi. Semmi. Szó szerint jó. Semmi. Reggel meló, napközben meló, este hazajövés, kajálás, alvás, fürdés, az ennyi. Vagyis hát nem. Mert a fürdést az hamarabb tettem, mint a kajálást meg az alvást. És bár egyszer megnézném, hogy alvás közben hogyan eszünk, de biztos, hogy képesek lehet. Ja, menjek arrébb, szóljál. Hát mondjuk igen, igény lenne rá. Képzeljétek hogy el... Hogy alvás közben fürdesz. Mondjuk az lehet olyat. Képzeljétek el ma, hogy jártam. Várjál! Elképzelhetett, jó, jó, jó. Biztos, hogy arra azt nem, nem, nem ahogy, hiszem, hogy arra gondoltál, indulhatunk. Na, nem gondoltam, elképzeltem. Ugye én most elég sok orvoshoz járok, mert a popommal. És ne menjetek orvoshoz, srácok, nagyon fontos, mert minél többször mentek orvoshoz, szia Fanni, annál sokkal súlyosabb betegségeket diagnosztizálnak. Ezért írjátok be a Google-be, és mindent ki fog adni a Google-ba ki. Igen, ne menjetek orvoshoz. Ne, azt se csináljátok. Ne, ne, mindenképp amúgy menjetek orvoshoz, ha betegek vagytok, mert az a fontos. Csak velem most az történik, hogy akárhányszor elmegyek orvoshoz, mindig valami súlyosabb betegséget találnak, és mindig valami súlyosabb betegség miatt kell elmennem további vizsgálatokra, és ami beigazolódott. Most csak annyit mondok, ami történt eddig velem. Képzeljétek el. Először is... Afgán sektifusz. Az egy másik dolog, az ezen kívül eső dolog. Szia Fanni, hello, hello. Szóval az a lényeg, hogy abból adódott, hogy a problémám, hogy
ülés közben pálya sejhajom. Ez azért egy darabig zavart. Egy ideig azt hittem, hogy dagadt disznó vagyok, és amiatt, és elkezdtem fogyókúrázni, de fogytam 15 kilót, és még mindig fájt. Jó. Akkor most már menjünk el orvoshoz, mert azért jó lenne tudni, hogy mi a baj. Menjünk 85-tel, jó? Nem kellenek a bírságok. Na szóval. Elmentem orvoshoz. Én nem is megyek 90-ne. Jó. Én sem már. Szóval elmentem az orvoshoz. Megállapították, hogy lehet el van törve a farokcsontom. Jó. Illetve valószínűleg van ott egy cisztám. Hát... az se jó, Fanni. Reméljük azért semmi komoly. Amúgy. De hogy az a lényeg, hogy elmentünk a röntgenre, a röntgen nem mutatott ki semmi ilyet. Mindegy, menjek el reumatológushoz. Ez egy másik orvos. Hoz mentem el, mert az az orvos, akinél voltam, az nem mondott semmit ezek után, körülbelül, de mindegy. 90-nel lehet menni, úgyhogy akkor toljuk neki. Jó, nem egyszerre mondtuk. Igen. Szóval elmentem, jó, menjünk el, akkor ezt a cisztát, meg azt a dolgot, azt nézzük meg. Ja, és persze a röntgenen látszódott, hogy állítólag csontritkulásom is van. Na szóval a... az MR mind... az MR cáfolta, hogy cisztám lenne. Fékez. Az MR cáfolta, hogy cisztám lenne, és a csontritkulás vizsgálat is negatív lett. Jó. Az MR-en látszott egy-két dolog, ilyen kis gyulladások. Na most már ott tartunk, hogy Backtrap kórom van lehet, vagy ez ilyen bambusz-gerinc szindróma magyarul, vagy bambusz-gerinc kór, hogy így az ízületeim el fognak csontosodni. Egy idő után, ez ilyen autoimmun betegség. Úgyhogy most éppen ezt vizsgálják. Szóval jelenleg most az élet és a halál között vagyok. Az orvosok szerint most már közelebb a halálhoz, de én még azért kitartok. És természetesen elmegyünk ezekre a vizsgálatokra. Elmegyek ezekre a vizsgálatokra. És akkor... igyekszem, reméljük, hogy megcáfolják a dolgokat, de remélem most már jobban van anyukád, Fanni. Szóval teljesen, és akárhányszor elmegyek máshova, orvoshoz, akkor mindig találnak valami érdekesebbnél érdekesebb betegségeket. Remélem előbb-utóbb eljutunk arra a szintre, na jó, ez csak vicc, nem remélem, de hogy lassan eljutunk oda, hogy rólam fognak elnevezni egy betegséget. Fékezzél. Ez a dodóféle betegség? Jó, akkor ezek szerint jól van. De ma gyógytornán voltam, mert azt is mondta az orvos, hogy menjek el gyógytornára, úgyhogy megyek gyógytornára. Ami nagyon jó, mert körülbelül egy órát utazok egy fél órás gyógytornára, tehát egy óra oda, fél órás gyógytorna, majd egy óra vissza. Teljesen jó működő dolog ez. Igen. Emélek lesz olyan helyen, ahol egy órát kiutazni ezért. Hát csak akkor nem kellene egy órát utaznom, ha a belvárosba laknék. Na, hát akkor megvan a megoldás. Hát vagy utazzon a... az orvos. Az orvos. Jobbulást az anyukádnak, Fanni. Te hogy vagy, mi újság? Hello Kevin, mi újság? Csá, szavasz Kevin. Illetve Maxi, mondjuk feltennék egy költői kérdést. Kizár dolog. De miért van az? Folyamatosan lépnek ki a Discordról. Parasztok, mi? Nem tudom, de... láttad, kilépett ki? Láttam, persze. Hát erre azt tudom mondani, hogy... várjál, most átgondoltam, mit mondjak.
Lehet sértő lett volna az ember. Első. De nem az az ember vagy, aki ezt átgondolod általában. Na jó. Szofisztikáltabban fogalmaztam volna meg amúgy. Na de amúgy hát... És ha nem akar itt lenni, akkor jobb is, hogy nincs itt. Én ezt tudom erre mondani. Persze, amúgy mindenki maga dönti el, hogy hol van, mit csinál. Ugye nyilván ezek az emberek, akik most kiléptek, azok ugye a GTA-s időből jöttek, és mivel hogy már nem GTA-zom, hát akik most kiléptek, szerintem mind a kettő GTA-s. Hát, na mindegy. Hát, ennyien meg vagyunk ennyi ember nélkül. Persze. Csak a kemény mag marad. Hát igazából teljesen mindegy, mert mindegy, hogy itt vannak a Discordon, vagy nem, itt se úgyse beszélgettek. Igen. Megírtak, szóval teljesen mindegy, hogy hol vannak. Pont annyit ér, hogy kiléptek, mint amikor itt voltak. A semmit. Tehát, hogy... Hogy telt a heted, Kevin? Egy jó kis hétvége előtt állok. Na, miért? Hát végre pihenés, azért a hét nem volt egyszerű nekem. E? Mi ez? Minden napok. Ja. Sok ezt volt a meló is. Kérdező. Sok volt a meló is, sok volt a feladat is. Akkor tervezgetni, tervezgetni. Ma elvitték végre a szekrényeket amúgy. Ne! Na mindegy, akkor ezt... Még egyszer, szóval elvitték ma a szekrényeket is. Aha. Hogy végre... Na. Megoldódott. Az egy... plusz pont. Ja, úgyhogy holnap elvileg jön a klímás, nem tegnap jött végül, hanem elvileg holnap jön. Na. Meglátjuk. Egy kicsit majd... Fasza. Várjál meg, Maxi. Hát... Minek kell neki menni az autóknak? Időbe sorolj be a sávba. Ennyien egyszerű. Jó, köszönöm. Utólag okos kapitány. Utólag, hát passz meg. Én érdekes módon már kilométerek előtte bementem belőle. Te na. Akarsz mindig másfele menni. Mi volt a baj, Kevin? Nem kellett volna megállni, csak menni lassabban. Hát lassabban mentem. Teljesen megálltál. 15-te gurulok. Akkor indulhatsz. Jó sajtás. Menj már innen hát. Nagyon jó. Akkor most mindenki beteg volt. Én mondjuk most a héten nem. Mi jól vagyunk. Aztok a hétvégén ilyen bevásárlós hétvégét fogok tartani, mert holnap Lidlibe fogunk menni valószínűleg. Vasárnap. Várjál, belsőben megvan állva egy autó, ugye? Azt látom, sárga. Igen. Hát a Tesla. Az nem Tesla volt. Nem Tesla, innen hátulról. Ja, ez egy Audi. Várjál! Izé, zaklatnak. Az Apple majd jogdíjat fog szedni. Hogy rohadjál meg, és... Mögöttem van a rendőrautó, mi és az összes... Összes... meg fog büntetni, mi? Összes ilyen lejtőn. Mit csinált a rendőr? Itt van mögöttem, és akárhányszor átlépem a 85-öt, megbüntet. Ez már volt vagy három. Ja jó, akkor maradj csak mögöttem. Én mondom.
De sikerült amúgy a fülest megoldanom, Maxi, képzeld el. Milyen fülest? Ugye mondtam neked, hogy ugye össze akarom kötni, hogy a füles az a ugyanúgy a streamer gépből legyen, és hogy vennem kell majd egy ízét, és sikerült vennem kábelt, meg átalakítót, meg mindent, és az első nekifutásra ez nem sikerült, mert gagyi átalakítót adtak a boltban. Aha. Pedig stúdióban volt, tehát nem izébe voltam ilyen gagyi boltba, hanem olyan boltba, ahol nem akarom mondani a nevét. Speckó hifis bolt, ahol ilyen keverőket, meg profi mikrofonokat, meg tehát ilyen... Attól még a kínai árut azt azért még árulhatják. Hát jó, csak... Drága pénzé. Nem volt drága, mert átalakított 490 forintté vettem, tehát nem egy hatalmas nagy összegért. Hát és akkor lehet 800 forintté veszik értük. Az már az ő dolguk, de hogy az a probléma, hogy kettőt vettem direkt azért, mert én sem bízom a kínai tömeggyártás csodájában. Igen. Mind a kettő rossz volt, vagy legalábbis nem volt jó ahhoz a kábelhez, vagy amit... Hát, hogy így a két átalakító nem volt jó. És vettem egy másik átalakítót 5-ször annyiért az Alzából, és azzal meg tökéletesen működik amúgy a dolog. De az a probléma, nem az a gond, hogy én akartam showher lenni, hanem a boltban nem is lehet más miatt kapni csak ezt az egyfajta átalakítót. Aha. Szóval, milyen átalakítók kellett neked? Micsoda? Milyen átalakítók kellett neked? 3,5-6,2 jack átalakító. Ja, aha. Úgyhogy sajnos... Adjál el. Így megyek leállósába akkor. Rok lefékezni. Ugye, mert megint nem figyelsz. De figyeltem, csak... Folyamatosan ennek az autó, le kéne fékeznem ahhoz, hogy be tudjak sorolni. Persze. Na mindegy, úgyhogy most ugye össze vagyok kötve a hangkártyával, és így valós időben hallom vissza a hangomat, ami már nem idegesítő. Aha. Raha. 50-at megengedett. Hát és? Lamable. Legyorsulok mindenkit is. Keményen toljuk. Jaj, valamit elnyomtam. Jaj, már ha 56-ta megyek, úlavatám. Na, menjünk már innen. Na, nekem jön ez a kamion amúgy, amikor ki akar majd sorolni. Lehet tippelni. Hát menj úgy, hogy ne menjen neked, ilyen egyszerű. Értem. Ezt kifejtenéd bővebben? Tanulj meg vezetni. Ha a belső sávból rám húzza a kormányt, akkor azzal mit tudok csinálni? Persze, mindjárt áthúzza, hagyjuk már. Nem mentem neki. Ne, véletlenül se az, hogy te nem tudsz vezetni, nem. Hát most ebben az esetben csak feltettem egy költői kérdést. Persze, jó. Nem kellene neki fogás. És mi a terv hétvégére? Titok. Aha, jó. Nem mondom meg, mert lehet nézni a streamet. Értem. Nem hiszem amúgy. Én se, de... Nem tartom valószínűnek, de... Mert szerintem... Aki nézi a streamet, az te vagy, és még egy ember. Aki mondjuk Kevin. Vagy Fanny. Vagy Fanny, igen. Szóval nincsenek itt sokan. És hölgy az illető? Nem. Kérlek. Nem hölgy. Sajnos nem hölgy.
hogy sajnos nem spanyol. Mondjuk ez két eléggé fontos tényező, igen. Igen. Ezt nem hiszem, hogy megbüntettek egyszer, nem hiszem. Ó, jó van. Csak gyűjtsed a bírságokat. Én eddig egyet se kaptam. Egyet kaptam, egyetlen egyet, amikor áthajtottam a piroson ott melletted. Nincs messze a 300 sub, nincsen. Főleg, hogy az elmúlt egy hétben csak csökkent. A 300 sub? Aha, a... igen. Melyre eddig mennyi volt? 277. És most mennyi? Wow! 266. Mi? 276. Igen, 276, igen. És 277 volt. Igen. Az az egy, az az én vagyok. Én leiratkoztam róla, ez kész. Jó, Anna. Most, ha már moderátor is vagyok, veled játszok, de még legyek feliratkozva. Hagyjál már! Hát milyen dolog ez? Komolyan, hát hogy lehet ezt? Ne irat... Köszönöm szépen, Kevin, ha megteszed, de fölösleges. Tehát nyilván azzal nem vagyok előrébb én, hogyha... 1000 követőm van, de 3-an néztek. Tehát semmi... Teljesen, ez a, abból 270 az izé, indiai bot, szóval mindegy. Hát mondjuk ez lehet. Nem én fizettem értük, de... Én se. Lukasz O szintet lépett. Egyszer amúgy a YouTube-omat megtámadták a botok, de... és felment ilyen 5-600 körüli szabra, de aztán a YouTube hamar letiltotta őket. Na. Szóval lett egy. Igen. Szóval... Az is a nagyobb a teraszról. Igen, mert volt egy idő, amíg a Disco, a Twitch-emet is támadták folyamatosan botok, meg a... Nem is tudom, ki lehetett. Meg a YouTube-omat is. Valaki azt akarta, hogy letiltson a rendszer. Ja. Nem tudom, ki lehetett ilyen... Azért erős típjeim vannak. Szerinted én miért mondom, hogy vajon nem tudom, hogy ki lehetett az? Igen. Ugyan vajon ki lehetett? Négy betű dupla V-vel kezdődik és ulfa vége. Bocsánat. Ezeket... Most majdnem mondtam, hogy tankolnom kell, de nem. Mert hogy 680 ezer kilométerre elegendő üzemanyagom. 680 ezer? Aha. Itt, ja, értem, hogy ott van egy üzemanyag tartály a hátadon. Igen. Hát áttöltök. Azért tűnt el egy tonna hirtelen. Ja, tényleg. Csönd már! Na! Most miért kell elmondani? Azóta nem csökkent, de amúgy meg különben is benzint viszünk, nem gázolajat. Na, ennek örülök, Kevin, hogy visszaszerezted az akuntodat. Nem tudom, hogy nekem el tudják-e lopni az akkuntomat, azért én két lépcsős azonosítás, meg mit tudom én, mi azért be van tolva. Remélem nem, ez azért elég védelem. Nekem megadhatod a jelszavadat, meg a felhasználónevedet. Nincs. Csállok videókat. Nekem rá. Mondjuk a Steamhez is két faktor van. Nekem is mindenhez, majdnem mindenhez. Most éppen kipróbál. Meg a jelszó mostanában sehol se ugyanaz, mint eddig. Vagy nem is az, hogy ugyanaz, de ja. Igen. Mióta ugye a OnePassword-et használom, azóta. Mondhat, szeretném azt mondani, hogy ez egy fizetett promóció, de nem. Igen, Maxi és én is a OnePassword szolgáltatását használjuk, ami egy nagyon jó jelszókezelő program, és $1 az ára. Lehet, hogy most már 2. Havonta $2 amúgy az ára. És tud kettő faktort, és én az életemet megkönnyítette, hogy a jelszóvaimat elérem a gépemen, a telefonjaimon, és így akár mindenhova használhatok generált jelszót. Te már megint hol az Istenbe vagy? Hát... Hogy az a tökönben maradtál le? Most ezt őszintén. A körforgalomba te bevágtál egy autó elé, én meg már nem tudtam bejönni. Hát még 100 kilométerrel ezelőtt, amikor a városból kijöttünk, akkor te behajtottál egy körforgalomba, ahol is egy autó követett téged, és ő engem nem engedett be. Hát, be kell tolakodni. Ja. Remélem, hogy azt is fel tudtad oldani. Még egyenesen megyünk, akkor egyenesen aha. Megyünk. Egyenesen.
Ugyanest. Még ötsző. Dodo, arra a döntésre jutottam. Igen. Hogy felmondok, képzeld el. Igen. Szóval kérem tőled a végkielégítést. Na, azt hittem a mostani munkájában. Jó. Oké, megkapod. Nem, tőled mondok ki. Rendben, két gomb, meg egy ceruza hegyező. Ennyit tudok nem. felajánlani. Én három gombot kérek, és egy rotringot. Kemény alkusz vagy. Három gomb, és egy töltő ceruza. Nem. Akkor legyen kettő gomb, és egy négy színű toll. Deal. Oké. Okay. Amúgy tudod, miért mondtam a töltő ceruzát? Mert az is az. Mert az most a... miért nem... Na, haló, nem megy a kamionom. Mert ugye a Rotring az egy márka. Igen, rájöttem. De hát mindenkinek Rotring a... Izé, a nem Rotring is, vagy hogy mondjam, már érted. A töltő ceruza is mindenkinek Rotring, na. Szerintem mindenkinek. Igen, igen, mindenkit. Ha Rotring, akkor olyan, mint a jacuzzi. Igen. Ja, a jacuzzi. Vagy mint sokaknak a Jeep. A Jeep. A terepjáró az Jeep. Igen. Pedig a leggagyibb terepjáró a Jeep. Egyszerű, mint a faék. Hát az amerikai hadseregnek tervezték, van négy kereke, meg előre tud menni. Mindenhol. Jip. Jip, jip, hurrá. Na, szóval akkor két gomb, meg a négy színű toll. Rendben, megbeszéltük. Oké. Okay. De te hozod el, vagy postázod el. Az, ami benne van. Rendben. Oké. Okay. Érte? Mit csináltál? Semmit. Nem akarod túl. Ja? Balesetet okoztál? Jó? Hát, persze. Jó, mert legalább eddig nem nálam történnek a problémák, hanem nálad. Igen. Ez eddig egy jó stream. Végre nem tőlem vonja a pénzt. Talán ez a fuvar, ez pluszba lesz. Azt mondod? Aha. Talán. Bármely van 1385 kilométer, szóval. Hihatóan még az este. Igen. Még az a durva, hogy itt vagyok tőled kb. 100 méterre, de van köztünk 10 kilométer. Igen, igen, ez furcsa, amúgy én is azt mondom, amikor azt mondtad, hogy 3.85, akkor én ránéztem is, én 3.90-nél álltam. Mondom, aztán az 5 kilométer azért az nem így megy. Elég jó a szemed, nem? Igen. Legolász tünde szemed mit lát? Azt mondja, miért ontottak az éjjel? Hát, gazdi. Na most figyelj. Ja, de amit elkezdtem mondani. Na, bementem az orvosi rendelőbe. Képzeljétek el ma gyógytornára. Úgy bement. És azt mondja... Mert ő a Dodó, és igen. Én csak úgy bemegy. Én csak úgy bementem, kihúztam a kis sorszámomat, és azt mondja a sorszám, hogy menjek fel az első emeletre a 195-ös rendelőbe. Menjem fel, majd jöjjön le, aztán újra fel. Igen, ez a gyógytorna lényege. De nem az. Fölmentem, kiszállok a liftből, azt mondja nekem a tábla, hogy jobbra... Miért tud beszélni a tábla? Hát akkor ezt mutatja nekem a tábla, hogy jobbra... Van keze? Így van. Wow! Mert ilyen nyilakkal csinálja. Azt mondja nekem, hogy jobbra a 160-astól a 193-as rendelőig kell menni, arra pedig a 113-tól a 160-as rendelőig kell menni. Nekem a 195-ös rendelő kellett volna, de az se jobbra, se balra nem volt található.
Hát én most én komolyan elkezdtem gondolkodni, hogy mit csináljak. Lehet, hogy a 193-as után a falon neki kellett volna futnom, mint a Harry Potterbe a 9 3/4 vágánynak, hogy félek egy kicsit, akkor csak fussak neki egy picit. De tényleg ott bolyongtam. Mint van ez a John Travolta a amikor fogja az öltönyt a kezébe, vagy a kabátot, és így szétteszi a kezét, hogy most akkor... Igen, és ott álltam. Azt, hogy megnéztem volna. Ott álltam, néztem jobbra-balra, és végül jövőre. Mögöttem volt a rendelő, de azért ez vicces volt. Kiléptem, és jobbra 193-ig, balra a 113-tól 160-ig. Aha. De mögöttem a lift volt persze, tehát nem úgy, nyilván a liftből szálltam ki, tehát a lift mögött volt a aha. rendelő. Csak azt nem értem, hogy miért nem mutatták, hogy a 195-ös, és az, vagy a 194-195, akkor mit tudom én itt kicsit balra, aztán vissza, tudod, egy ilyen... Ja. És hogy találtad meg? Hát bolyongtam, nem, hát bolyongtam ott egy kicsit, elhittem azt, hogy van 195-ös rendelő az első emeleten, és mentem egy kört. És megtaláltam. Meg. Find the 190 secret room. Így van. Feloldottam az achievementet, és így el tudtam menni végre a gyógytornászhoz. Level up volt. Az első tutorial küldetés teljesítve. Így a van. Kettő szintet elérte. Innentől free kezet kap, önálló kezet kap. Jaj, ez fasz. Miért? Most voltál csak elsőnek? Vagy elsőnek most voltam, igen. Hát ugye Szerdán voltam a reumatológusnál, és akkor ott írták fel ezeket. Hallod, olyan hosszú javaslatokat kaptam, hogy mit kell csinálnom, hogy És elolvastad? És megértetted? Rengeteg mindent. Szedjek kalciumot, szedjek D-vitamint, menjek el gyógytornára, gyógymasszázsra. Feküdj ki a napra! Azt mondta D-vitamint. Menjek egy gyógytornára, gyógymasszázsra, fizikoterápiára. Persze, máfozvas utasnak nem ennyi. Hidegsebészetre, vérvételre mindent is kell csinálnom. Ez persze egy magánklinika, tehát minden egyes ilyen vizsgálat súlyos 10 000-ekbe kerül. Mondjuk nekem annyi a szerencsém... Tudom, van egy jó ötletem. Igen, ne legyek beteg. Egy, vagy legyél köztársasági elnök. Jó. Dodo for akkor president? Akkor lesz a pénzed. Igen. Jó, ez benne vagyok. Szerintem lenne akkor rá pénzed, nem lenne ilyen probléma, nem. Sőt, nem lenne azzal a probléma, hogy el kell menni, mert hogy az orvos jönne hozzád. Igen. De a lényeg az, lenne. Hogy szerencsére van biztosításom, úgyhogy ezeket ez állja. Szóval ez nem STK alapú, hanem nekem a cégem köt. Hát jó, de... Cégemnél van lehetőség kötni nagyon kedvezményes áron, havi 10 000 forintért egy ilyen biztosítást, amivel ezek mind ingyen vannak. Hallod? Mondjad. Neki mentem a rendőrnek. Jó, és megbüntetett? Nem. Akkor... Ilyenkor mi van? Rendcséd. Engem biztos meg fog büntetni, na várjunk. Elmegyek én is mellette. És 90-nel figyelj. Megyek előtte. Figyelj. Most én elmegyek mellette 88-al. Na? Jó. Nem büntet meg. Basszom meg. Akkor ez most szolgálaton kívül van. Lehet. Nem baj. De hát mondom, neki sem mentem. Vagy na, pont az, hogy neki mentem és nem büntetett meg. Azért az jó dolog. Teljesen. Ilyen rendőrt az utakra? Még többet? Csak ilyen rendőr. Minek? Akkor nekem ne. Miért? Mert akkor minek? Mert akivel találkozom. Az jó. Engem ne büntessenek meg, de mindenki mást igen. Na, így értem. De jó, oké. Ebben benne vagyok. Téged is büntessenek. Nem, téged ne. Így az ág is húz, nem még a büntetés. Ja, így is amúgy. Az nagyon mérges lettem. Kire? Mert magamra. Ez én saram volt. Mert ugyanis én szeretek horgászni, nem mondom, hogy tudok, de van horgászengedélyem, meg a feleségemnek is van. Mondjuk tavaly pont egyszer sem tudtunk elmenni, de ez nem azt jelenti, hogy idén nem szeretnénk. Viszont a fogási napló,
amit minden évben le kell adni, ezt február 28-ig kell leadni. És most kitalálhatjátok, hogy március 1 van. Nem, február 28-án este 9 órakor tudatosult bennem, hogy az ma van, és elfelejtettem leadni. Aha, úgyhogy ezért 29-én leadtam. 29-én leadtam, de ez azt jelenti, hogy 10.000 forintos büntit kellett kifizetnem. Uh-huh. Fejenként 5.000-et, hogy nagyon boldog voltam. Mi pénz az neked? Semmi. Pénz, semmi. Mit? 10.000 forint, hagyjuk már. Tehát egy nap elkávézom. Ki ilyen izé cibet macska kávét iszik? Nem, csak rossz helyen kávézok, tudod? Szerintem átbasztak. Momentán ezzel átbasztak. Két kávé 10.000. Nem, 4.50. Egy kávé. Hát jó helyen iszod a kávét. Itt Pesten 1100-nál kezdődik a kávé most már szerintem. Bazonyítok egy kávézót Pesten, esküszöm. Ennyi pénzé, amúgy... azt nem adok olyan drága kávét, csak sima pressz. Amúgy szerintem nem is adnak, tehát hogy így konkrétan ahol, ami van ott a belvárosban, jó, nagyon jó kávét adnak. Nagyon, nagyon elit, tehát egy nagyon jó minőségű kávéval vannak felszerelve, de biztos vagyok benne, hogy az 1100 egy kicsit túlértékelt a dolog. Meg... Ja, jártam Mohács mellé melózni, 120 forint ittam a kávét, és jó volt a kávé. Minőségi kávé volt. A Segafredo nem minőségi. Dolce Gusto. Nem, de hogy is. Izé volt, nem tudom mi volt. Ez egy Tibo Family. Nem tudom, ezért. Azt mondták, hogy ez ilyen újfajta kávé, hogy ezt a... Ezért, az egerek eszik meg a kávébabot. Mm. Azt mondták, ez még drágább, mint az a macskás. És 120 forintért adtak egy presszót. Szerintem átbasztak. De is nem. Hát jó, hát teljesen más az árazás nálatok, mint nálunk. Ezt már megbeszéltek egy párszor. Persze, persze, de hogy ennyivel, tehát hogy jó, mondjuk ezek amikről beszélek, most így ezek prémium kávézók, tehát ezek ilyen... Jó, én elmegyek egy prémium kávézóba itt nálunk, és azt mondom, hogy prémium kávét szeretnék én, ami tényleg prémium, akkor az 6.50. Lehet. Azért mondom, hogy nálunk egy 1100-nál... És kinyalják mellé a seggemet kb. Nálunk 1100-nál kezdődik, most mondok valamit, ugye rögtön a munkahelyem alatt egy Café Frey van. Te nekem magyarul beszéljél, meg kiszúrkodom a nyelvedet. Frey Café. Ezt is hallottál? Persze, hallottam, hát Frey Segafredóról. Frey Tamás, ugye. Mit és ő nyitott ilyen kávézdát. Kávézda. Kávézdát, és akkor ott az lehet basz. Venni, nagyon jó. Basz, nyitok egy helyet, és az lesz a neve, hogy tudóféle kávézda. Igen, tudó kávézdája. Vagy ma... Izé, nem áll kávézda. Igen. És akkor így... Vagy a pasi tudja. Annyi volt a lényeg, hogy kollégám, a múlt héten lementünk, kollega fizetett. Ha? És... ő kért egy Zacher tortás kávét. Hogy mit csinálsz? Zacher tortás kávét, ezt jól értetted. És a Gáborral beszélt? Nem, de képzeljétek el, kihozták a kávéját. És volt benne egy torta, vagy? Nem, de az alján lekvár volt. Nem, vala... Na, nézé, barack lekvár szerintem. A Zacher tortában barack lekvár van. Mit tudja, én csak mondtam valamit. Szerintem. De hogy ezt a gasztronómiai csodát, az agyam azóta se tudta feldolgozni, hogy én lekváros... És nem akartad megkóstolni? Nem, tehát a lekváros kávétól a hátamon feláll a szőr. Dodo, mikor megyünk el oda kávézni? Én meg akarom kóstolni ezt a lekváros kávét. A Zacher tortás lekváros kávét? Hát... Aha. De lehet nem találkozol velem egy másfél órát. Felülem, amíg neked kell meginni, engem nem zavartat, ha nekem nem kell. Ja, persze. Jó. A kollégát is végignéztem, hogy megitta a lekváros kávét. És mit mondott? Hát, szóval, hogy nem rossz. Bár én mondjuk nem tudom. Tehát, hogy így...
Én nem mertem megkóstolni. Hol vagy? Ja, mögöttem. Hát, ja, elég jól mögöttem. És te mit ittál? Sima presszó? Tejjel? Cukorra? Nem, nem, valami... Édesfűszer. Én szerintem valami kókuszos csokis csodát ittam. Bazd meg! Most jutott eszembe, kéne igyak egy jó kis izét, mogyorós apja valagát. Mogyorós apja valagát? Ja, ja. Az micsoda? Ez a kávézdában egy új kávé. Mogyorós apja, apja valaga. Ez a specialitásunk a nem áll kávézdában. Annyira jókat beszélünk, hogy mindenkit elüldöztünk amúgy. Szerintem meghalották a lekváros kávét, és mindenki inkább elment. Nem, már előtte is elmentek. Igen, hát akkor nem. Nem baj. Jót beszélgetünk mi. Lekakíják a fejünket, Dodo. Nem baj. Csak a szoki. Jó van, el vagyunk. Aztán egyszer lehet ránk mosolyog a szerencse. Azt jönnek olyan jó értelemben lévő hülyék, mint mi. Szóval jó, jó. Hát ugye, ami kávézóról beszélek amúgy... Igen, aki nézi ezt a felvételt, kérem küldjön segítséget. Igen. Egy like. Így fogunk meghalni. Így fogunk meghalni. Mindnek. Kérem küldjenek segítséget. Hát az a videó az. Én kiégek azon az öregen. Azt mondja, a Sanyi vagy kiadtekem, most bement a boldog, most nem hallja, mit mondok. Én be vagyok baszva. A ló 20. Aki látja ezt a felvételt, segítséget. Kérem, küldjenek segítséget. Vagy valami ilyesmi, nem is tudom, hogy van. Pontosan nem tudom, hogy illetve csütörtöktől játsszák a mozikban a Dűne második részét. Wow, az egyet sem láttam még azóta sem. Hát mondjuk azt megnézhetnéd. Hol van? Encore moziban fent van. Biztos, de az HBO. HBO-s. Max. HBO Max-os. Nincs. Gyere be elém, ember! Hát olyat vágok alá, hogy ketté szakad az alvázad. Be kellett állítsam a klímámat, képzeld el, Dodo. Igen. Ja. Át kellett állítsam, hogy most már ne 4-kor kapcsoljon be, hanem 6-kor. Hát olyan meleg van, mi? Hája. Meg hajnal 3-kor kikapcsol, legalább nem kell kapcsolgatni. Meg újra fel kellett csatlakoztassam a wifi-re, meg a tőkön tudja, mit kellett csináljak, mert valami eldobta a jelet. Mm. Mondjuk sejtem, hogy miért. Ott mutka egy ilyen áramkimaradás. Az autó az oszlopba? Mi van? Hát amikor elvitte az oszlopot az autó. Arra gondolsz? Nem. Vagy csak hazudtál és most gondolkozom. Nem hazudok, én nem. Sosem hazudok. Eltem, nem, hát amikor... Most miért nem megy a kamion? Ja, mert megint kikapcsoltam a tempomat ott. Sosem hazudod, és nem mondok igazat. Messze vagy tőlem? Nem, jó. Nem. Látlak. Tudom. Látom, hogy látsz. Hiába villogsz, nem ér el idáig amúgy. Szakszólok. Szakszól? Szakszólok, jó? Szakszólok. Coximán Maxi. Hát ezek a régi Facebook nevek, hallod? Ezek kikészítettek, amikor volt ezek. Csak simán Barbie vagy, a tököm tudj meg ilyenek. Na most is. Ilyen nevek. Meg a... Hú, mi volt régen ez a... Izé. Askefem. Kérdez felelek, meg ilyenek. Nekem még mindig az a kedvencem, és szerintem a legszánalmasabb dolog ever. Az, amikor valaki a barátnőjével, akinek a barátnőjével közös Facebook profilja van. Mi? Volt olyan? Van olyan? Mi van olyan? Láttam el olyan? Van olyan, hogy Reni... Én nem találtam ilyet. Hogy... Nem? Nincs ilyen vagy barátod? Nem. Nincs. Hál' Istennek nincs.
Nekem van több is, akinek a felesége per barátnője annyira nem bízik benne, hogy nem lehet saját Facebook profilja, és Anita, ja, hát de jó, Anita jó, Tomi Facebook profil. Ja, úgy van, de azt hittem, hogy már itt úgy két izé, hogy mit tudom én. Te meg én közös profit használok. Nem, ez csak pár. Ja, párok. Pár. Igen. Úgy van, persze. Én annyira, a felán a hátamon a szőr. Tehát inkább törölném ki van a Facebookomat. Igen, van egy. És egy, nem, kettő, a, nem azért, mert bármit titkolni valón van a feleségemtől, itt van a telefonom, megnyit, tudja a kódomat, és megnyithatja a telefonomat bármelyik percben is. Nincs előtte titkom. Lehet, hogy ezért is van közöttünk ilyen bizalom, hogy nincs ilyenre szükség, de hogy azért szeparáljuk már el egymást. Tehát az én barátaim mások, mint az ő barátai, és nem biztos, hogy minden olyan beszélgetés a feleségemre tartozik, ami a Facebookon elhangzik. Hát persze. Hogy például leírom, hogy itt viszket, meg ott viszket a... És szerinted menjek orvoshoz? Nem, ilyeneket azért még a barátaiddal se beszélj meg, hidd el, hogy jobban jársz, de... Alapvetően igen, tehát vannak... Néha még az orvos se tudja rá választ. Meg szerintem tök jó dolgokat lehet kihozni abból, hogy például külön Facebook profilod van. Nekem például volt olyan, hogy ugye a feleségem például ugye úgy beszélgetett az ismerőseimmel, ugye a saját Facebookján, hogy például mit vegyen nekem a szülinapomra, tudod, hogy így milyen fülhallgatót vegyen, meg ilyenek. Ja. Szerintem ez oda-vissza illik, hogy tök jó, hogy rá tudok írni a feleségem egyik barátnőjére mondjuk, hogy jó, hogy minek örülne ennek a rózsaszín szekrényvakarónak, vagy... Szekrényvakaró? Azért azt hittem ennél frappánsabb dolgot találsz ki így hirtelen, mint szekrényvakaró. A rózsaszín nem volt a lényeg. Hát jó, attól még a szekrényvakaró maradt meg. De szekrényvakaró, igen. Hát jó, nem mindegy. Vagy a bukófrekvenciás homály tized előtt, tudod. Másos 880 kilométer. Van. Sorolj be! Besoroltam. A zurba. Hogy mindenkinek javaslom, hogy ha a barátnőt közös Facebook profilt akar... Akkor szakíts vele. Akkor szakíts vele. Nem éri meg. Esik az eső, Dodo. Valami baj van. Baszd meg! Ne! Mi van? Mi van? Lemerült a kontrollered? Lemerült a kontrollered! Hát ez... Dodo, hogy is történt a múlt streamben? Valami tesevű van. Igen, valami rémlik, hogy megtörtént. Mintha valami hasonló történt volna az a múlt streamben is, nem? Csak valami másik fazonnal. Igen. Hány százalékos károsodásod? Nem tudom, szerintem 3. De legalább nem 60. Mint hát neked. Be se kapcsolom pont, mert úgyhogy lehet, hogy itt... De ahogy is. Csak amit beleraktál, nem az is lemerül. Na?
alkalom most nem működik a... Jó van, gyere tovább, illetve. Tudom, hogy miért nem működik most. Nem tudom. Haj, ez jó oldadó. Hát, szerintem most már az előző el van rakva shortsba, de jó, hát nem megy. Szóval micsoda? Ja, ott az enyém, az szerintem elég ugyanerre a shortsra. Igen, az nem... Az enyém az jobb volt, mint ez. Jó hír, hogy az áru nem sérült. De jó neked. De amúgy ahhoz képest kicsivel úsztad meg. Ja, mert lassan mentem szerintem, nekem ez volt a... Hát igen, nem úgy, mint én. 60%-os károsodás. Igen, ez most így egy kicsit másképp fog alakulni ez a dolog, mert... Nem működik a kontroller. Azért néha próbáld meg bekapcsolni. Működik, és fehér a visszajelzője. Tehát, hogy így valami... Tehát érzékeli a számítógép, csak valamiért a... Akkor nem tudom, hogy mi van. A... Nekem utána működött rögtön. Nem tudom, hogy most mi történt. Nagyon le vagy maradva? Vagyok szerintem már mögötted. Dehogy ettem. De jó volt. Jaj. Kellett ez a nevetés. Még jó, hogy megtörtént a múltkori szín. Az lesz a tanulság, hogy minden stream előtt ezért fogok cserélni elemet. Ha eurót rákozol. Ha eurót rákozunk, mert amúgy meg ha csak szimplán izével játszol, tehát a szimplán single playerbe tolod, akkor ilyenkor lepauzálja a játékot. Hát le tudod, így is le tudod. Csak ahhoz meg kell állni. Igen, ez a probléma, hogy de olyankor lepauzálja automatice. Hát tudom, tudom. Ugyanez volt nálam is a probléma. A múltkor, múlt héten. Hogy nem bírtam lepazválni, próbáltam, csak jött a házfal elég hamar. Utána sikerült. Ahogy ez megállított. Hát Dodo, ez egy kalandos 800 km lesz. Na még az lesz a komoly, ha az enyém is lemerül. Álljunk félre, cseréljünk eleme. Nincs töltött elemem már. Egy boszorka van. Szóval remélem olyan helyen merül le, ha nem merül, nem merüljön le, ahol egyenes szakasz van és meg tudok állni. Hey. Képernyő megnyitásához állj meg. Nem működik a kontroller az ott is? Nem, mert már átváltottam billentyűzetre, úgyhogy ahhoz meg kéne állnom, hogy visszaváltsam. Nem, miért? Hát én egyszerre tudok, nyomom a gázt kontrolleren, meg tudom nyomni a VASD billentyűzetre. Hát de amikor az előbb kiírta, akkor kereste a kontrollert, akkor izédán megállok, azt megnézem. Hát de ne állj meg épp ezt mondom. De nem tudom, mert kikapcsoltam, a billentyűzetre váltottam, most nem tudom, hogy látja-e a kont. Hát kapcsolt be. Be van. Akkor próbáld meg. Nem működik. Irányíts, jobbra-balra. Nem működik. Akkor nem érzékeli, ne, ha ilyen egyszerű. Nem rossz dolog a magány, ha van melletted valaki.
Igen, fel lehet így is fogni. Vége az esőnek. Igen, már le is. Lát, volt eső? Volt. Ne az úgy. Mondom, hát vizes a kamionom. Ó. Vízak. Mit csinál, 8 óra? Igen, időben kezdtük a streamet, 7 óra. Ahogy ígértük. Hát... részben. Hát jó, egy pár percet csúlva, de hát az most... Én megbocsátom neked, Max. Nem, én arra mondtam, hogy ezért részben, ahogy ígérted, vagy ahogy kiírtad, mert hogy tegnap valami malőr csúszott az irományokba. Igen, mindent is. A hetet 6-ra írtad, a múlt hetet meg tegnapra. Hát igen, volt egy kis probléma, fáradt voltam tegnap. A kemény munka után toltam egy edzést is. Mit akartál kérdezni, hogy én vagy mi? Nem tudom, már elfelejtem. Valamit, izéte, de te? Nem tudom mi volt, nem mindig. Majd eszembe jut, ha nagyon fontos. Hát nem tudom, itt most volt az előbb. Na mindegy. Meg 700 kilométer. Pontosabban 715. És legalább lehet menni 90-nel. Biztos. Kábelmenedzsmenten dolgoznom kell. Na mert? Hát mert 3 méteres kábelt vettem. Mihez? A fülhallgatóhoz. Ja. Tekerd a nyakad köré. Gondolom tetszene. Ja. Jó. Jó. Jupsa! Itt be! Itt meg ki! Oops, I did it again. Messze van még 10-e, akkor lesz fizetés. No? És mit akarsz 10-én? Fizetést kapni. Azt én is nagyon szeretnék, már igen. Nem tudom, ki volt az, de köszönöm szépen. Jaj! Nem tudom, de úgy meglepődtem, majd neki, mint a szalagkorlát. Nem szépen a feliratkozás, bárki volt az. Kevin az MC Pro 2. Véletlenül se. Kevin. Én mondtam, nagyon nem tudlak megakadályozni, ha nagyon szeretsz, akkor feliratkozol, de nekem nem számít. Nagyon örülök neki, ha valaki feliratkozik, nagyon örülök neki, ha valaki... Nem számít, csak azért mondja, hogy még több legyen. Igazából nem számít, hogy hány szubom van, mert attól, hogy valaki szub, nem nézi a videóimat. Tehát nekem sokkal többet jelent az, Kevin, hogy itt vagy. És nézed, te egyedül, egy akonttal, mint az, hogy valaki felszuboljon. Nézheted hárommal is. Nézheted hárommal. Csak akkor beszélges hárommal is. Egyszer majd szeretnék arra a szintre eljutni, hogy annyi nézőm van, hogy mondjuk lehessen egy partnerem, aki mondjuk ad cuccokat kipróbálásra, akkor mondjak véleményt róla, meg ad cuccokat, hogy játszak vele, meg ilyenek. Tök jó lenne amúgy ilyen téren. Engem nagyon érdekelnek az új cuccok, és nagyon szívesen beszélek új cuccokról. Reméljük, hogy egyszer eljön az az idő. Én tudok ilyen partnert. Mire gondolsz? Hát aki már most is szóba állna veled, adna cuccokat. Igaz, hogy egy 5-6 éve voltak újak, de adna. Erre kell menni, erre kell. Igen, ki az? Valakit keresünk, akinek vannak használt cuccai.
Most mondtam, hogy 5-6 éve voltak újak. De amit most szereztem, nagyon érdekes dolog. Mindjárt mondom. Haton közben. Kibontom. Közben nem kéne összetörni magam, közben megmutatom. Ez a cucc. Ez egy Flipper Zero. Nagyon sok mindenre jó amúgy. A kis kütyű, és keci drága, mert 100 000 forint körül volt, amikor én ezt kaptam. Egyik ismerősömtől ez a Flipper Zero, ez amúgy egy csomó dolgot, hát ilyen csomó dolgot meg lehet vele. Nem azt mondom, hogy hackelni, de meg lehet érteni vele, hogy hogyan kell, hogyan működik az infra, az NFC, az USB, az RF kártya, tudod, az RFID, mert stb. Uh-huh. Mert van benne olvasó, író mindenből, tehát van benne RF kártya olvasó és RF kártya író, NFC olvasó és NFC író, infra, tudok, akár a TV-t is állítgathatod vele, van, és tehát lehet vele analizálni a körülötted lévő rádiós jeleket, meg infra jeleket, és elvileg be is tud tanulni tudod dolgokat. Aha. Tehát ki tudok ezzel, hogyha mondjuk valakinek a nyakába lóg a belépő kártyája a cégéhez, és elmegyek mellett, akkor össze tudom azt gyűjteni. És elmenti. Szóval ez csak egy ilyen érdekes tudsz, hogy... Szóval te lopsz. Nem lopok, mert igazából nem használhatatlan, rázod. Meg nyilván már vannak olyan titkok, hogy csak az amatőröknél játszik ez, mert például a... megpróbáltam a jó pár dolgot már, hogy mik a határai, de például a vizémet se tudom lemásolni, mert gondoltam az edzőtermi kártyámat se tudom lemásolni, az NFC kártya, de annyira titkosítva van, hogy nem lehet lemásolni, tudod. Uh-huh. Tehát csak az ilyen egyszerűbb tegeket olvassa le. Ez pont arra jó, hogy megértsd a dolgokat, hogy hogyan működik. De érdekes tudsz. Egy memóriakártya van hozzá, egy Type-C-vel lehet tölteni, memóriakártyát kell beletenni, és gyakorlatilag elég sok mindenre. Dodo, gyorsan hajtottál. Megint? Nem, de én igen. Ja, te jó. Így egyszer remélem, hogy majd felfigyel rám ez az ember, aki ad majd cuccokat. Én leszek a reklámarca, mondjuk a... Valami nem esik. Azon belerepült a bugára számba. Igen. Hogy az Asusnak. A reklámarcot is választhatnának, de... Azt szerintem fognak is, ne. Valóban. Én is gyorsan hajtottam. De ugyanaz a render baszott meg. Addig meg marad a pénzből vásárlás. I believe I can fly. Ja, megyünk a hajóra? Hát, felülem át is mehetsz. Úszunk. Hiszen máshogy. Én vagyok Jézus. Te még Mózesnék sem lenni jó. Mondod? Na jó, nem térek bele ilyen dolgokba. Nem térsz bele? Merre kell menni? Le kell menni, zöld a lámpa, amelyik sorompónál le lehet menni. Wow! Úgy tényleg? Igen, és ott kell lemenni. Azt a mindenit! Ádadó, ezt, nekem ezt ne is mondj ilyeneket, hát én ezt nem tudom fölfogni. Üdolgozni.
XXXXO. Hogy mit csinálsz? Gyerünk! Megyünk! Calais-ból Folkestone-ba. Aha. 35 perc. Akkor elmész. Elmegyünk. Szevasz Balázs, hello, hello, mert én nem tudok. Miért nem? Mert ott állsz. Hát hol érdekel? Na végre. Ne indulj el, vagy itt szólj, ha kimentél. Maradj meg. Köszönöm szépen. Erre baj van. Gyere nekem! Igen. Jöhetsz? Mindjárt megyek, csak megnézem, hogy a joystick... Gyere! Billentyűzet, csak billentyűzet, nincsen izé? Mindig nem érzékeli a... ismeri a... Hát ezt nem is fogja, azt a kontrollal lehet. Há, merre akarsz menni, Balázs? Jó kis eurotrákkozni? Merre mentek? Éppen milyen uncutságokat csinálunk, elviszünk üzemanyagot A-ból B-be. A Angliába, csak előbb lemerült a kontrollerem, úgyhogy úgy neki csattantam a falnak, mint... Na jó, azért úgy annyira, ne sarkítsál, nem, mi volt ez a kis izé, mint a levél ment volna neked, vagy egy darázs az élvédének. Költői kábé. Túlzás volt, azért a 9%-os sérülés azért az nem semmi, de legalább valami. Na, és az E60-ammal mit magyarázó akkor, ha? Mi az a 9%? Ahogy a mínuszt visszahozza, igen, a mínuszban nem jó lenni. Hogy telt a napod? Mi az vagyok? Ja, Angliában vagyunk, úgyhogy a másik oldalon kell vezetni. De fura bazd meg. Igen, ország megtehetik, hogy a rossz oldalon vezetnek, ami nem igaz, mert ugye ők vezetnek az eredeti, original oldalon. Nem igaz. De. Nem! És ne vitatkozz vele. Nem? Ne. Akkor jó. Az a jó, amit én csinálok, nem az, amit ők. Ne. Akkor úgy mondom, hogy... Ne mondd sehogy, nem érdekel. Más se. Hát, hogy már te döntsd el. Dehogy nem. Na gyerünk, 97-tel lehet menni, Dudu. Csak 80-nal. Majd nézd meg, ja, mindjárt most jelzi. Már 97. Most már csak 80 megint. 97? Tesómnak holnap lesz a szülinapja, és megszerveztük azt, hogy a barátnőjét elcsempésztük ide, úgy, hogy nem tudott róla, és nagyon meglepődött. De az tök jó. Hány éves lesz a tesód? Boldog születésnapot a tesódnak. De ez nem jó, nem lehet menni 97-tel, csak 90-nel. Vacak ezek, amiom. 23. Bátyád vagy öcséd? De csak 14 vagy. Az is szép kor. Örülj neki, amíg 14 lehetsz. Bár csak 14 lehetne újra tudó. Nem akarok újra 14 lenni. Miért nem? Mert... Ez most nem fog hangzani, de én nagyon nem szerettem iskolába járni. És nem olyan szó... Ki mondta, hogy iskolába kell járnod. Ja, akkor úgy szeretnék 14 lenni. Az iskola nélkül én nagyon beteg voltam az iskolától. Belátszik rajta. Igen, sajnos ez így van. Megbújt a Streamlabs.
Nem, mert linket rakott be, és emiatt az egész... Bocsánat, Balázs, ne haragudj, mindjárt intézkedem. Tudsz írni most valamit, vagy remélem nem... Ezt ezerszer kapcsoltam már ki, és ezerszer visszakapcsolja a Streamlabs ezt a dolgot. Akkor valószínűleg egy fura helyre tettél pontot. Hogy a pont után space kell rakni, mert a Streamlabs gyökér, és ha nem raksz a pont után space-t, azt URL-nek veszi, akkor is, ha azt írod, hogy oké.csá, mert az URL-nek számít. Mi történt, Maxi? Te moderátor vagy. Te tudom. Engem basszál ki, rohadt Streamlabs, nem bírsz, mi? Te szemét. A csá.csá az pont egy domain lenne. Nem baj. Szóval, mi volt az utolsó mondatod? Ne haragudj. Maxival vezetünk éppen, ugye ő a társam az úton. Ő a túlsúllyal az utakon másik résztvevője. Na de azt akartam mondani, hogy az alapvetően először a világon amúgy baloldali közlekedés volt, úgy ahogy itt. És utána valamiért Európában átálltunk a jobboldali közlekedésre, nem tudom miért, ne kérdezz már, mondjuk szerintem sokkal jobb kézzel. Nem is akartam kérdezni, csak te elkezdted mondani. Ami nyolcadikba szétkapar? Ne vegyél merci kamiont. Ez mondjuk... Szerintem modolt. Ja, hogy modolt? Felgyűri az utat maga alá? Nem, kidobja maga alól az utat. Hasítunk, hogy Maxi be tudjon érni, meg tudjon előzni. De hogy olyan tuning van benne. Un, dos, tres, un passito patra te Maria. 700 lóerő. Szép 700 paci. Bár csak annyi lenne a kamionomba. 720 van, vagy 730, nem? Igen. Igazából van annyi. Még Lükvercbe is csúszik. Lehet, hogy ez a moddal van valami probléma. Húvar után lehet, hogy újraindítom a ETS-t, vagy újra jöjjön a Joya kontroller. Oké, jó. Valamiért nagyon rásítozok, nem tudom miért, pedig...
férnek kitolja, de... Szép lila. Ugye? Szép szín a kék, de nem ez a kék. Nézzétek, mit számít neki a forgalomtól elzárt terület? Hát nem tud bemenni. Ottan kullogtál mellettem. Kullogtál-e? De fura nézned te egy műszerfaladat, hogy az a régi. De a tied miért új? Mert lehet váltani, ja, azért. Tényleg, ez az alapmodell, és váltani kell. Váltani lehet. Igen, most már rájöttem, mert most vettem. Most kéne kikapcsolni a szóval előről. Sebességhatárolót és 97-re belőni a tempót. Érdekes, itt lehet menni 97-re, Európában még nem? Szerintem amúgy... nem Angliában se lehet, csak ezek az átváltások, ugye? Nem érdekel. Nem tudom, mert ugye a legtöbb a kamion le van korlátozva 9-re. 90-re, ugye? 9-re jó. Na jó. Jaj, Dodó. Mi van? Komolyan. Veled? Nem is csak többen Isten. Vagy. Nem tudom. Én azért vagyok. Dodó Isten ostan. Sose érünk oda. De már csak 269 kilométer. 260 kilométer. Látjátok, ez itt 9 kilométer. Közöttünk maximum. A játék meg hülye. Ortegból megbukott szegény. Kicsit nagyobb ívre vettem a kanyar, mint gondoltam, hogy kéne. Nem létező íveket használ, igen? Hát én lementem ott a fűre, átmentem ott a dobbantóm, hogy minden. Axi azt hiszi, hogy Forma 1-ezünk. Hát így a mai időmérő után azt hittem tényleg, hogy a Forma 1-ből vagyok. Ja, ma volt időmérő? Aha. Melyik nagy díjon van most éppen a buli? Bahrein, most kezdődik. Természetesen Verstappen az élen. Ez... Nézd meg, bejön elé. Ez ilyen természetes. De én nyertem. Én ezért nem nézek Forma 1-et. De nem világbajnok már? Hát de. Tehát most új szezon van. Attól még lehet az élen, baszd. Ja, hogy nem, most ebben a szezonban még nem világbajnok. De ebben a szezonban is világbajnok. Már? Hát... Nem már, de világbajnok. Jó, hát világbajnoknak világbajnok. De én ennyire én is az vagyok távfugyozásban. Tehátjuk már! De a fedett pályás távolban nézésben is utolsó lenni. Mondjuk abban engem is szar a szemem. Fedett pályán kibír magasabb lenni. Én egy valamiben vagyok jó, vér aláfutásban.
Ennyi. Még a kedvenc sportom sem egy. És mi a kedvenc sportod? 200 nőimmel. Abból mennyi van meg? Kettő. Hát akkor az... Még 198 hátra van, Dodo, húzzál bele. Gyors hajtottál, Dodo. Igen. Nekimentem a embernek is. Már megsérült a rakományom. Ja, bekaphatod. Mi az az 1%? Na, 200 kilométer. Az jó. A 200 a kedvenc számom. De nekem még 207. Wow. Kettőszáz. Jaj. Úristen. Te lennél kamionos, Dodo? Amúgy lennék. Helyes, az ennyi. Én is azt tervezem majd, hogy úgy néz ki majd, mint egy karácsonyfa, csak az idő kell, hogy megcsináljam. Amúgy én lennék kamionos, igen, azért vonz egy picit az az élet, hogy egy fülkében, és akkor menni, csinálni. Egyetlen egy dolog, ami nem, az a rakodás, ami úgy nem vonz, hogy ugye nagyon sokszor neked kell lepakolni. Akkor elmész konténeresnek. Ja, de hogy... Vagy reptéri paletta fuvarozás. És akkor nem kell pakolnod. Igen, de alapvetően ez az amúgy... Jó dolog lehet. Most már azért van lehetőség arra, tudod, hogy hogy azért nyíltan tudjál szórakozni a kamionban is, tehát úgy mondd, hogy Xbox, laptop, játék, internet, ugye mobil internet, már olyan mobil internetek vannak, amikkel gyakorlatilag kisebb a pinged, mint a kábellel szinte. Szevasz, Maci. Hello. Hello, szevasz. Szóval abszolút szerintem régen azért nem lettem volna szerintem kamionos, mert hogy én nagyon halálra untam volna magam a munkaidő végével. És... Á, én nem. Én feltaláltam volna magamat. Igen, minek? Meg vagy csinálva. Rá nem. Mivel találtad? Rá. Az istenit! Ez honnan jött ide? Mivel? Hó, olyan elfoglaltságokat találtam volna ki magamnak. Mondjuk még nem késő neked. Hogy kamionos legyél. Adsz egy milliót. Van olyan cég, aki kifizeti ugye a kamionos jogsidon. Ja, van. A Vabi az olyan. Legalábbis volt nála, csak utána alá kellett írni egy pár évre hozzá. Hát de az tök jó, nem? Nem rossz, legalább van egy biztos munkahelyed. Munkád, és amúgy jól is fizet. Nem rossz, amúgy nem azt mondom. De hogy a Vabi azt csinálta ezt. Hát általában... A Barberez. Általában az legtöbb cég, hogyha valamit kifizet, akkor általában ez úgy nevezik, hogy tanulmányi szerződés, vagy hát nem tudom, hogy tanulmányi szerződésnek hívják-e, hanem hogy nyilván ilyenkor te vállalod, hogy ha úgy alakul, akkor 3 évig dolgozol a cégnek, vagy 4, nyilván, hogy a beléd fektetett pénzt visszakeresd pluszba. Összegtől is függ. Hát összegtől, de szerintem az ilyen összegeknél szerintem 3 évet szoktak aláíratni.
Most izé van a Waberersnél, ilyen indiai sofőröket mindenképpen képeznek ki Indiában. Hát, jaja. Hát most ez van valószínűleg. Kimennek, és akkor az európai jogszabályokra meg mindenre tanítják még őket ott kint, és akkor hozzák majd őket sofőrnek. Valószínűleg nincs elég sofőr. Igen, sofőr hiányú. Igen. Jóság, ja. Maci, hogy vagy? Legalábbis ezt láttam az egyik videó, egy videóban. A videóban. ST22-nél mondták ezt. Ja, talán ezt. Ott mondták. Igen. Ja, ja, ja. Erre van igény mindenhol indiaiakat. Most fölhívsz egy ügyfélszolgálatot, bármilyet, ami nemzetközi, biztos, hogy indiaival jó, fogsz beszélni. Jó, egy fúdóra futárt, akkor jön egy indiai csávó. Hát, vagy valamilyen. Hát, azok inkább ugye nem indiaiak amúgy, hanem valamilyen afrikai, közel-keleti országból érkezett. Hát, hozzám indiai járt. Hát van amúgy. Nem, ugyanaz a legtöbb. Van amúgy indiai is, persze, de például a belvárosban ez általában ilyen afrikai csábuk, meg most vietnámiak is vannak szép számmal, akik elkezdtek. Aha. Én Debrecenben voltam ott a kempingben, ahol aludtunk. Ott volt egy csávóka, az volt a neve, hogy Juro. Ő például Elefántcsont parti volt, de amúgy tök jó fej volt. Tök normális volt a srác. Mit okéz van? Mindenki írogat? Nem tudom, ne kérdezd. Teljesen normálisak amúgy, sőt, alapvetően... Csak amikor néha, hallod, megérteni, hogy néha mit mondott, hallod? Á, ez... Amikor úgy belelendült, tudod, és akkor úgy olyan elkezdte mondani, akkor keverte a magyart, az angolt, a franciát, meg a németet. Mindent mondott egyszerre. Egyszerre két sort mondott? Nem egyszerre két sort, de ezeken a nyelveken egyszerre beszélt kb. Nem nagyon lehetett érteni, hogy mit mond. De amúgy jó, amikor úgy beszélgettünk, akkor el lehetett vele beszélgetni, mert minden normális volt. Hát itt Budapesten, itt elég sok a külföldi volt futár, meg fúdóra futár. Nagyon sokan, szerintem már nagyon ritkán, nagyon régen láttam magyar kb. Futárt. Kb. Csak azon. Aki csinálta ezt a volt, vagy fúdóra futárt, most már szerintem az összes olyan, aki magyar és ismerem, az most már taxizik. Fasza. Megint. Mert taxisokból lettek fúdóra futárok, és most megint visszamentek taxizni. Rájöttek, hogy a taxizás jobb. Hát szerintem ez ilyen időszakos dolog, mert ugye, hogyha kevés a futára a fúdórán, meg a volton, akkor lehet keresni, mert akkor ugye több cím jut. Mondjuk én ismerek olyat, aki taxizik, meg futárkodik egyszerre. Lehet azt is csinálni. Lehet, hogy amúgy csinálják többen is most. Valószínűsítem. Csak nálunk a belvárosban ez azért ritka, mert ugye a belvárosban autóval lehetetlen közlekedni. Uh-huh. Tehát, hogyha a futár akarsz lenni, akkor nálunk bent a melóhelyemnél a belváros az autós futár nem tud közlekedni. Jó, de a taxi az megint más. De a taxi sem nagyon tud, hát áll a dugóba most. Hát de abban van egy olyan gomb, hogy én bárhol megállok gomb. Meg átmegyek gomb. Hát a... Meg azt csinálok, amit én akarok, mert taxis vagyok. Hát oké, de a dugót nem tudja kikerülni, max ha a buszsávot használja. De buszsáv sem sok helyen van. Most nagyobb utakon van. És attól függetlenül nem jutsz el A-ból B-be, nem viszed ki időre a cuccot. És ugye akkor nyilván te kapsz büntit, hogyha X időn belül nem szállítod ki. Úgy alapvetően biztos vagyok benne, hogy ez... Összességében nehezebb bent Pesten, és bent Pesten előbb ül fel a futár biciklire, és azzal viszi ki, mint hogy autóba üljön. Nagyon sok a motoros, elektromos, rolleres futár. Sőt, valaki azt mondja, hogy nem a saját bicikliét használja, mert sokkal jobban megéri bérelt biciklivel tolni ezt a dolgot. Hogy akkor nem a sajátját kell szervizelni, tudod? Bonos kis kosaras bicikli.
szóval Bubi. Hamarosan elfogy az üzemanyag. Jaj! Jaj, jaj, jaj. De legutóbb már kifejtettem a véleményemet a Fudoráról meg a Voltról. Úgy felőlem ott rohadhat meg az összes. A Voltról volt véleménye. Voltról, volt. Neki ment. Te vigyázz, lesz egy kamion valahol majd oda. Jó, három betűs katonai szín. Őd. Mi az? Három betű és van benne sör. Volt. Láttad te is? Igen. TikTokon? TikTokon. Na, én azokat a srácokat néztem. Onnan tőlük néztem a hócot is. Igen. Amit tőlük láttam a hócot, igen. Fehér nem. Meg mi rossz... mi rosszabb annál, ha megdug egy elefánt? Nem tudom. Ha megúj az. Valóban. Most ezt így átgondoltam. Valóban. Mondjuk már mindkettő rossz. Valószínű, igen, mindkettő elég rossz. Igen, de valóban az, a B az rosszabb. Jó napot kívánok, érkeztünk. Dodo, ha le tudsz jönni végig 90-nel úgy, ahogy én, és nem ütközöl, akkor nem tudom, mit adok. Egy puszit a homlokodra. Hát nem tudom, nem éri meg nekem a... A kettőt. Nem kell oda a gombot, meg a izét. Mit szólsz hozzá? A baj, 64-jel megyek lefele, de nem akar, tehát nyomom neki, de... ...72... ...de itt... itt... ...sikerült. Hogyan kell külső nézetre váltani billentyűzeten? Nyom meg a kettest, vagy nézd ki az ablakon. Kettest. Teljesen hozzá vagyok szokva, hogy a kontrollerrel irányítok, azt... Kiváló! Hát tudok menni rajta. Hát. Nézd, azt a milyen szépen betolatok. Hát ilyen jó még nem sikerült betolatnom. Szép munka. Na. Nagyon jó. Ennyi sérülésed lett. 800, ja 1%. A kamionba, úgyhogy most egy kicsit el kéne menteni ezt a cuccot, akkor újraindítom a kamiontot.
De elviszem, mit érdekel engem. Melyek addig tankolok, jó? Jó, hát de utána úgyis vissza kell lépned a... Attól, hogy tankolhatok. Olyá. Nem is kell mondjuk. Tankolál, tankolál. Érted, kiléptem a izéből és elkezdett szakadni az eső. Meg fogjuk nézni. Csak nem véletlenül nem mutatok Discordot a streambe. Szép amúgy. Nézem. Jól néz ki. De most miért hazudsz? Nem is tetszik. Hallom a hangodat. Nem igaz. Hol van? Csevegőbe? Ja, aha. Mondjuk ez tényleg nem rossz. Tudom, mikor csinálunk festést. De most mi nem... Most mi van már? Nem működik ez a szar. Jó van, akkor hagyjad a picsába, hát. Na, ilyen vackot vette, akkor... Kapcsolt kékerest, és dújra valami. Hát, nem tudom. Igen. Igen, közben vagyok, csak megoldani ezt a problematikát. Mi az oka amúgy ennek? Aha. Nem a csetre. Ja, már újraindítanom a gépet, komolyan mondom, annyira gáz. Újra egymásra talált a kettő. Irányítás, hogy olyan mondom, annyira tipikus, hogy streamben kell elromolnia teljesen. Kire indítunk? Gépet. Bam bam bararam, pam pam pararam. Elgátó, no signal, já, der gutes. De most láttátok a nevemet? Indítózunk. Dodok, küldök egy videót. Ne nézd meg. Jó, nézem. Legalábbis streamben ne nézd meg. Bár megnézheted, nincs semmi. Nem látszik olyan dolog. Na mi van már? Kész van?
Haló? Kikapcsolt a kontrollere. De lemerült a kontrollere. Ilyed? Még jó, hogy nem fuvar közbe. Még jó, hogy a tiéd baszakodott. Ilyen, hát meg vagyunk átkozva. Meg vagyunk átkozva. De nincs több elemem, haló. Akkor billentyűzete. Hát, vagy nem játszok. Vagy nem játszok. Na, gyorsan találjuk ki, mi legyen. Hát ez a te döntésed. Nekem most működik. Persze, de jó nekem. Ja, nem. Hát, szerintem ez lemerült. Dugd be USB-vel. De nincsen. Nincs egy Type-C kábeled? Nincs. Mivel nincs olyan eszköz, amit Type-C-vel kell tölteni. Nem iPhone 15-ön van. Van egy fülhallgatód, vagy egered, vagy valamit, ami Type-C? Nincs. Miért lenne? Ez mi a geci? Vízipipám az van. Na, meg köveim hozzá. És dohányom. Type-C-vel lehet tölteni? Nem, színnel. Mód nélkül játszunk. Én nem akarok billentyűzettel játszani, na. Tudom, hagyjuk abba már. Akkor hagyjuk abba. Elvittük a... Én még annyit megcsinálok akkor, hogy elviszem megszereltetni a... Ezért meg pimpeljünk addig, mit szólsz, pimpeljünk? A pimpelhetsz. Ja, akkor egy színre kéne pimpölni, nem? Atlantbe. Sheffieldbe. Azon is gondolkodtunk, csak nagyon sok meló betenni. Ja, néztem róla tutoriált, hogy kell csinálni, hát nem egyszerű. Már csinálása még nincs is probléma. Na most már azért... Kiexportálod a dolgokat, meg vissza, meg feltöltöd, meg azért... Azért az AI-jal már azért egész jó ilyen egyszer használatos logókat lehet generáltatni. Photoshop-olj meg, Dodó, tudod, azt kész. Hol vagy? Megyek a város, megyek Sheffieldbe, most értem vissza. Várlak. Hol vagyok? Nem vársz, mert be kell lépned ahhoz a konvojba. Ha jó, de itt várlak izébe. Sheffield mellett. Hát nem, pontosabban Sheffieldbe. A izé. Megyek a... Ott vagyok én is. De megcsináltad a konvojt? Megcsináltam, igen. Na, hazudj. Nem látom. Nem mondom, hogy megcsináltam. Jaj, Angliában vagyunk! Na, lehet, hogy ez kerül be sorcba. Szerintem ez kerül be sorcba. Ja, aha. Lehet, hogy itt van probléma. Velem. Jó van. Ügyes vagy. Teljesen leesett a vércukor szintem. Ez jó. Hú, mondjuk ezek sem össze.
Ez a vízése rossz. Van, akkor büntessé meg. Rohadjál meg. Büntessé meg. Na mi van már? Semmi. Nem vagy itt. Kanyarodok be. Rá tudok állni? Rám ne álljál. Nem tudok itt. Álljak arrébb. Valahogy így. Maradjál. De miért jössz nekem? Ki az a Lizzie? A kamion. De állj már arrébb, hogy rá tudjak állni. Mert megváglak. Így rá tudsz állni? Várj, menjél jobbra! Így. Másik jobbra! Na így. Nézzük a... Ez nagyon jó, ez be van építve, hát ez is a legjobb, hát ez is. Jó, és akkor most a műszerfal. Ez a csuda jó műszer. Különleges V8, nekem az van. Miből? A műszerfalból. Különleges Dark UK van nekem. Ja, van lejjebb is? Persze. Ó! Különleges V8. Másik oldalon. Hú, ez mondjuk ez a különleges Wood, ez nekem jobban tetszik. Ez mitől Wood? Szerintem semmitől. Legalábbis én nem látom. Ott a kis képen barna, de a nagy képen... Igen, az olyan fabetétes lenne a kormány, de nem fabetétes. Nem, az nem készült el. Van egy kis probléma. Jó. Na. Festés. Mink az összes kerékkel. Festés. Festés. Milyen legyen? Nekem a legutolsó van. Ked a legutolsó van? Várjál, hogy nálad mi a legutolsó, várjál. Mondjuk neked elég sok minden van. Neked ez a King Griffin van. Annyira nem tetszik. Hát nekem mindegy, hogy neked mi lesz. Az enyém az ez lesz, ez kész. Vagy még a Tribal Griffin Dark. A Tribag? Nem igen. Tribag. Ez. Tribal. És ez neked nincs meg? Ez nem tetszik? Nincs. Azt tudom, mit raktál be. Várja. Én tüzes. Ja, de megvan, de az egy szar. Megnézzük ezt a Griffin-teset. Át lehet-e színezni?
Hát, az összes át lehet, majdnem. Nem mindegyiket, de majdnem mindegyiket át lehet. Nem rossz. A liát azt átad mondjuk feketére. Ez mit szóltok? Menőn néz ki. Narancssárga lesz a tiéd, vagy mi? Aha. Tegyél meg, várj, az enyém, az milyen legyen? Piros. Vagyis ilyen vöröses, tudod? Így. Ez lesz az én szín. Szóltok ehhez a King of the Road. Megvesz 50 ezerért. Drága szágom. És fekete legyen az egy? Az nem. Akkor... Tük. Oh, olyan lesz, mint izé. GTA-ban, amit használtam. Lila, narancssárga gyöngyházzal. Ilyen lesz, kész. Így hagytam. Mondod. Van majd... Elkatra. Ott az óta nem vártunk más tanul. Csoda? Semmi, semmi. Hűvét, ez kell. Ez is. Hóhóhó. Nagyon masszakulni. Tánk. Nézzétek meg ezeket a lámpákat. Kész vagy már? Dehogy vagyok kész. Nyert? Nekem nincsenek ilyen kiegészítő tűn, szóval én ilyeneket nem tudok pakolgatni rá. Tudsz.
Jó, majd legközelebb pakoltunk rá. Na. Majdnem ugyanazok a kiegészítők vannak, csak neked másképp. Hát ja, csak nekem fekete a Scania felirat mögött, meg ilyen apróságok. Nincsenek ott ez a King of the Road-os cuccok, meg ilyenek. Az új borítókép az lehetne az, hogy izé. Hát jó, nem ez a két kamion. Nem mindig a jobb kerül, nem. Csoda? Ne fordulj meg, hát az direkt fordul. Ja. Mindegy, akkor állj így be mellém, az kész. Ide állj be. És ne gyere meg. Terveztem. És így ide betettem volna az ujjam. Én se. Kicsit tedd balrább a seggedet, és így állj be, hogy ilyen V-alakba záródjon be a kamion, tudom? Kicsit. Csak nagyon-nagyon drasztikusan. Valahogy így. Hát csak le kéne fotózni, hogy faszalik. Ezt ez lehetne a borítókép újra. Hát nem? Ja, csak valahogy ezt akkor ilyen szabad mód, hogy... De van fotómód. Menj ki, aztán fotóstúdió. Ez kép fotóstúdió. Vagy O betű, vagy mi az Isten van még, azt hiszem az a fotózás. Ja, Balázs is azt így jöjjön. Csak rendítsd el a nevet. El ne rejtetted? El, csak... Jó, megtelik a drive meghajtott bennünk, mire ízni, lefutasz. Tettünk. Tolunk még egy kört? Áj, nem. Nem. Akkor viszont... Nem. Hogyan kell? Ja, persze, hogy tudom. Miért ne tudnám? Én nem tudom. Be kell állítani. Az F4-be. Gondoltad, és akkor... Ja, így, és akkor... De minden mást állíts be, a föntieket is. De ez este lenne jó. De hát azt mondja, hogy F4... Így, és akkor... Van... Logo A... Teste. Ha? Tomódba menjek be. Space-be tényleg, nyomjadok Space-be. Há? Nevek elrejtése, pace. Hú, miket tudik. De az enyém, az látszani fog.
miért állítod? Miért kapcsoltad le a... Ki kapcsolta le? Ja. Hogy kapcsoltam le? Az én lámpám az valamiért... Ki, az enyémbe kiégtek. Izzuk. Nem tudom, mi van. Jó. A bug. Nyomj be ott mindent. Hát benyomtam, de hogy... Hogy nézd, ez a back meg a kikapcsolt között a különbség. Na, most jó. Na, most már jó. Az elő... Nézzek, láttad? Igen. Gyorsan kell, Dodó, gyorsan kell, Dodó. Kész, ez ennyi volt. Faszomat, te írogassatok meg. Ó, gyorsan! Kész, ennyi volt. Ennyi volt az idő. Egyszer megpróbáljuk, mert elfelejtettem elrejteni a... Hosszú O. Pace. Fél. Úgy? N. Ennyi volt. Ó, megvan az az egy fotó. Melegszenek. Na jó van, srácok, akkor viszont elmentem a játékot. Menőn néz ki a kamionunk. Nagyon fontos, hogy innentől kezdve ez lesz a nem áll kamion. Megvárjuk Maxit, hogy visszajöjjön, aztán elköszönünk. Holnap, srácok, jövök horizonozni, hogy mikor, az valószínűleg, hát lehet, hogy egy kicsit korábban, mint 6, de legkésőbb 6 órakor figyeljétek az értesítéseket. Nézd meg a Golden Edge skint. Azt megnézzük. Kamion fejlesztése. A Maxinak ezt tetszik, én meg olyan vagyok, hogy behódolok. Én nem mondtam, hogy legyen olyan a tiéd is. Én meg akartam, hogy ez legyen. Na, nekem ez nem tetszik. Ön semmilyen. Melyik az? Golden Edge. Jó, mindjárt látom. Az olyan, mint a Griffin-es. Ja, hogy ez a Golden Edge. Ilyen a másik kamionom amúgy, a másik Scania. Pontosan ilyen. Ez. Tetszik, igen. Ilyen a másik kamionom. Hát ez a Golden Edge semmi igazából. Sima fekete kamion, sárga. Csíkokkal, azt ennyi. Meg annyi jó. De hát... Kinek a paplan? Kinek a pap? Na jó, hát nekem tetszik amúgy kontúros valóban. De... Alkalmazkodtam Maxi barátunkhoz. Én szerettem volna, ha egyforma kamionunk van, és akkor így egyforma lesz. Ennyi. Ide beállok.
Úgy. Menj neki a ficsám. Elmentem, kilépek. Köszönöm szépen a figyelmet, srácok. Ne felejtsétek el, hogy nyomjatok egy lájkot, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornára. Hanem akkor is. Mindig nézzétek a videóimat, akkor is, ha már láttátok, kétszer nézzétek meg, ajánljátok ismerőseiteknek. Testvéreknek, nagyszülőknek, mamáknak, apáknak, húgoknak, mindenkinek. Vállalok szülinapot, esküvőt, temetést. Házavató, temetést. Bármit. Minden. Szülinap. Ha kell, akkor azt hazudjuk a feleségednek, hogy pecálni vittünk. Igen, az is van az a pénz, igen. Úgyhogy viszlát. Hello, csá, szavaztok. Igen, minusz 120k. Na, csáó, csáó, hello.